Jó estét kívánok! Mi nem egy összefüggő történetet mesélünk el, hanem 10 pici apró novellát dolgoztunk föl. Minden képnek saját története és egyénisége van. Lássuk az elsőt, a címe A fejkezű ember. Hú, de rohadt mérges vagyok! Fel akartam operáltatni az új kézfejemet, ehelyett kaptam egy ilyen büdös indiai fejet. Meg is van ijedve a lovam, mert büdös a szája. De van egy jó oldala is. Marokmarcsa le lett cserélve. Cida Petire. Plasztikai sebészsziesztap. Na, ez kötődik az előzőhöz. Hallod? Maigan elcsesztem az operációt, egy kézfejet vartam egy törzsre, meg fordítva is. Szerencsétlen most pistogás helyett integet. A dzsin. Találkoztam egy dzsinnel ma, azt mondta, kívánhatok egyet. Kértem tőle 48 milliárd 642 millió 777 forintot, de aztán közben meggondoltam magam, és inkább azt kívántam, hogy legyen kerek a szám. Hát most kerek a szám. Szelepcsere. Te meg mi az árgyilusát művelsz, Béla? Kus! Én így ellenőrzem a motorolajszintet. Rövid, mondtam, hogy rövidek. Lottóláz. Az ötös lottó főnyereménye 2 milliárd forint. Mennyi? A nőgyógyásznál. Füstöl a turbán a fejemen, mammográfiát végzek a melleden. De ezt miért a földön csinálom, azt rohadtul nem vágom. És ennyi. Mi ez? Rohadt kényelmetlen a kép címe. Te már is? Remélem gyorsan végzünk ezzel a portréval, mert már nem bírom tartani ezt a pauszt. Nyolcas novellánk, a lekoptató szöveg, mert középen az úriember azt meséli éppen, hogy tegnap hogyan szakított a barátnével. Halljátok, tegnap, mikor szakítottam a csajszival, azt mondtam neki, nem viszitek el, hogy azért maradhatunk barátok. Egy jó barát figyel a bajban. Mi van, haver? Úgy kifordultál magadból, dobd be egy Snickers-t. És az utolsó novella az elmélkedő. Csillog a kardom, fényes a pajzsom, tekintetem bamba, lovagolok a bankba. Elköltem a pénzem nőkre, meg szeszre, a többit meg elherdálom.